Nincs ballagás, se szerenát, se utolsó óra. Így érzelmileg megtörtén, de szakmailag mégis felkészülten és biztonságban vághatnak neki az idei érettségi vizsgáknak a Nyíregyházi Zrínyiben, mondta el televíziónknak a gimnázium intézményvezetője. Hozzátette, a jogszabályi módosításokhoz igazodni kell, így a diákok kedd éjfélig még módosíthatnak az érettségi szinteken. Egyrészt ezeket a jogszabályi változásokat kellett kommunikálni, feldolgozni, és ha megnyílik a rendszer, akkor rögzíteni, tehát ezzel elindultunk. A másik rész természetesen a biztonság problematikája, amelyben mind a pedagógusok, mind a gyermekek egészségvédelme első helyen szerepel. A tankerület igazgatóasszonyától azt a felvilágosítást kaptuk, hogy a védőfelszereléseket minden gyermek és minden felügyelő meg fogja kapni, tehát maszkot, védőkesztyűt, illetve fertőtlenítő folyadékok aulában, mosdók el lesznek helyezve. A legnehezebb a személyi feltételek biztosítása, hiszen valamennyi tantestületben vannak idősek, krónikus betegek vagy éppen kisgyerekesek, akiknek a munkájára az érettségi alatt is szükség lesz, mondta el az intézményvezető, aki hozzátette, azt kérte a tantestület tagjaitól, hogy a tanév hátralévő részében leginkább már az érettségire koncentráljanak. Én a tantestület tagjaitól azt kértem, hogy 23-ára minden gyereknek legyen megajánlott jegye, és utána már csak olyan konzultációs órákat biztosítsunk, amelyek az érettségi tárgyakhoz kapcsolódnak, hogy talán egy picit így több idejük lesz majd a felkészülésre, de értelem szerint 23-a és 30-a között lehet javítani. Meg azért azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy nagyon hiányzik a személyesség gyereknek, tanárnak, és nagyon hiányoznak ugye a búcsúzás gesztusai. Tehát, hogy nincs szerenád, nincs ballagás, nincs utolsó óra. Érzelmileg ez megterheli most ezeket az időket, hogy ott mindennek volt egy szép lezárt íve, egy érzelmi megemelése. Sajnos ezt a hagyományos formákban érthető módon most nem tudjuk megvalósítani. Az Zrínyiben végzős Máté Tóth Zsófia azt mondta televíziónknak, szokatlan a kialakult helyzet, kicsit úgy érzik, hogy magukra vannak utalva a felkészülésben, de tudják, hogy a tanárok mindent elkövetnek azért, hogy átadják a szükséges tudást. Már a karantén kezdete óta Discordon, Skype-on folynak az órák, szóval minden tanár igyekszik segíteni. Például én matematika faktos vagyok, és minden nap van matek óránk így hétközben. Látjuk tanár úrnak a kezét, ahogy írja a feladatokat, szóval szerintem a maximálisat kihozzák a helyzetből, amit lehet. Akkor például magyarból megtöriből beadandókat írunk, hogy tudjanak segíteni, most már elkezdtük az érettségi feladatokat csinálni, de hát nyilván azért teljesen más, mert ugye hiányzik a személyes kommunikáció, meg így nincs meg az a utolsó hajrá, úgymond, hogy nem ugyanolyan, mintha így élőbe menne, meg hát sokkal nehezebb igazából a felkészülés, mert azért hiába meg vannak tartva az órák, valamilyen szinten magunkra vagyunk utalva. Az, hogy nincs szóbeli, az szerintem az is egy nehézség igazából, mert sokan így mondják, hogy jaj, mennyivel könnyebb, hogy nem kell annyi tételt megtanulnunk, csak a szóbeli igazából az egy javítási lehetőség, szóval ha elrontjuk az írásbelit, akkor még van egy hónapunk, hogy korrigáljuk az egészet, és most ez így nekünk nem adott. De én összességében amúgy örülök neki, hogy megvan tartva az érettségi, mert hogy nem tolódik el mondjuk nyár közepére vagy őszen, mert akkor tényleg még jobban minden felborulna. Máté Tóth Zsófia hozzátette, vannak olyan barátai, akik jobban aggódnak, és vannak, akik kevésbé, de biztosak benne, hogy mindenki megteszi a maximumot azért, hogy biztonságos körülmények között érettségizhessenek a kialakult helyzetben is.